A Római Katolikus Egyház Dunaszerdahelyi plébániája az Egészséges Családért címmel július 5-én egyházi napot szervezett az Üzleti és Tájékoztatási Központban. A vallási nap lelki vezetője Varga László kaposvári megyés püspök volt, aki többek között a csendről elmélkedett. Hangsúlyozta, többször fontos lenne csendben maradni, hogy jobban megismerhessük Istent és magunkat. Arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a technika által rendkívül felgyorsult világban hogyan próbáljunk türelmesek maradni, így megőrizve a békét a családban. A megyés püspök a lelki atyákkal közösen szentmisét is bemutatott. Az egyházi napon nem csak a Dunaszerdahelyi Egyházközség tagjai vettek részt, hanem az esperesi kerület minden részéről érkeztek, összesen mintegy 120-an. A Csallóközi Népművelési Központ július 6-a és 8-a között kreatív alkotó műhelyi foglalkozásokat szervezett nyugdíjasok részére a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában. A háromnapos rendezvényen a szépkorúak elsajátíthatták a csipkeverés, valamint a sejem és textilfestés fortéjait. Emellett kerámiákat készíthettek, megismerkedhettek a dekupás, valamint a vászonra festés technikájával. A bennünk rejlő művészet arteterápia nyugdíjasok részére elnevezésű rendezvényre a Dunaszerdahelyi és a Nagyszarvai Idősek Otthonából, valamint a Dunaszerdahelyi és a Hodosi Nyugdíjas Klubból érkeztek a résztvevők. A Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában július 24-éig látogatható Gavár Ségár dunaszerdahelyi festőművész Látlelet című festmény kiállítása. Gavár Ségár 13 éves kora óta fest olajképeket. Néhány évre letette az ecsetet és zenélni kezdett. Az aktív zenélést 2015-ben hagyta abba, és akkor tért vissza a festészethez. A művész elsődleges célja, hogy a hétköznapi dolgokat is olyan módon ábrázolja festményein, hogy azok szépségélményt szerezzenek a nézőknek. Olajjal fest nagyméretű vásznakra, és a valóság pillanatnyi varázsát örökíti meg képeivel. A tárlatnyitón Vég Júlia képzőművész mondott köszöntőt, a Sarlóci Tera zenekar pedig rövid műsort adott. A dac labdarúgó csapata győzelemmel zárta az új szezon előtti negyedik felkészülési mérkőzését. Az ellenfél az MB2-es Vasas gárdája volt, amely tavasszal az utolsó fordulóban maradt le a magyar élvonalba jutásról. A mérkőzés 2x60 percig tartott, ami azt a célt szolgálta, hogy mindkét edző minél több játékost kipróbálhasson. A MOL Akadémián mintegy 300 néző előtt megrendezett meccs nagy küzdelmet hozott. A dunaszerdahelyiek Mikolájeszkú révén szerezték meg a vezetést, a Vasas részéről pedig Hinora egyenlített. Úgy tűnt, hogy döntetlennel ér véget a mérkőzés, Veszelovszki azonban a 119. percben betalált a vendégek kapujába, így a Dac 2-1-re győzött.